Szabados György zongorajátékában gyönyörködhettünk. A Kossuth-díja zeneszerzőre emlékeznek csütörtökön az Olasz Kultúrintézetben a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál zenei sorozatában. A stúdióban köszöntöm Horváth Csabát, a fesztivál művészeti vezetőjét, és Hollerung Gábor karmester. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát mit is jelent a fesztivál? Egyáltalán a fesztiválnak miért volt fontos, hogy ez a koncert itt megvalósuljon? Hát egyrészt azért, mert egy nagyon értékes zeneszerzőnknek tartjuk Szabados Györgyöt, és hát még a nyáron volt szerencsénk tulajdonképpen vele együtt egyeztetni a műsor, de sajnálatos módon elhunyt a művész, úgyhogy így aztán ez egy megemlékezés is egyben. Hogyan határozza meg a fesztiválnak a hangulatát ez a vezető koncert? Mert mondhatjuk annak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen fesztivál esetében különösen fontos a kortárs zene minden ágának az ápolása, és azt hiszem, hogy ez a koncert egyáltalán nem azzal a célra jött létre, ahogy Csaba mondta, hogy megemlékezünk Gyuri bácsira, mert hiszen mindketten még beszéltünk vele, és ugye akkor már kórházban volt, persze tudtuk, hogy nem egészséges, de óriási lelkesedéssel választottuk ki a műsort, és beszéltük meg a részleteket. Ugye az az egyik mű, amit előadunk, azt Gyuri bácsi nekünk írta, a Doktányi Zenekarnak és annak idején a Honvéd Kórusnak a kantátát. Ennek a kottájáról egyeztettünk. Úgy gondolom, egy ilyen fesztivál esetében egy ilyen pillanat különleges eseményé válik, és azt hiszem, hogy azáltal, hogy Szabados György nincs többet közöttünk, azt hiszem, hogy egy igen nagy megtisztelés és felelősség számunkra, hogy ennek az életműnek a egyébként nem mindenki által ismert arcát is és megmutassuk ezen a fesztiválon. Szabados György az improvizációnak a nagy mestere volt. Most, hogy ő már nincs, természetesen ugye az ő szellemében, milyen lesz ez a koncert? Követik-e az ő... Az egyik mű, az egy úgynevezett repetitív zene, amelyik ugye azt jelenti, hogy viszonylag kis egységekből, és nagyon sok mindent látszólag rábíz az előadóra. Ő azért a nagy műveibe igyekezett az improvizációt megírni. Egyébként általában az improvizációnak az a sorsa, hogy a szerző, vagy a mindenkori előadó, aki maga jól improvizál, ha másra bíz valamit, azért az igyekszik azt a dolgot eléggé kordába tartani. Ez történik az Időzene című kompozícióban, amelyik úgy néz ki, mintha mi ott improvizálnánk, holott azért az elég szigorúan meg van szerkesztve. És a másik darab, a kantáta, az viszont egy teljesen Bartóki igényű, hatalmas alkotás, amely nem véletlen lesz a hangverseny második részében a Bartók koncertó, ami Gyuri bácsának az egyik idolja volt azért maga a szerző és ez a mű is. Úgyhogy a másik mű, azt kell mondanom, hogy egy igazi nagy koncertdarab, tehát ott azért az improvizációnak bizonyos elemeit véljük felfedezni, amely persze azért rögzítve van. Ez a csoda ennek a zenének, hiszen mind a mellett, hogy ahogy mondták, szerkesztett, de mégis tele van a szellem erejével, frissességével. Szabadsággal, és érzelmekkel. Magyar, és magyar. Ez így van. És így magyar. Van, így van. Egyrészt hát a kantát a szövegválasztása és egész gondolatvilága, és mondom, a Bartókhoz való kapcsolata tetten érhető. Az Időzene egyetemes nagyon sok szempontból, mert hiszen mondom, egy az egész világban hódító stílusnak szellemében és szerkesztésével íródik, de összességében azért felfedezhető. Az a borzasztó erős tradíció, amelyik egyébként a magyar jazzzenében általában is felfedezhető, tehát borzasztó erős a magyar jazzzene éppen azért, mert ezek a gyökerek, amelyek a népzenéhez, a bartóki gondolkodáshoz, Kodályhoz és sok mindenki máshoz kapcsolja, ugye ettől egy nagyon sajátos szerepe van a magyar jazzzenének az egész világban. Ha már a magyar sajátosságokról beszéltünk, akkor beszéljünk a fesztivál sajátosságairól. Korábban Budapest fesztiválnak hívtak, Budapesti ősz fesztiválnak. 20 éves ez a rendezvény. Miért változtattak, és milyen új szellemet hozott ez?
Hát szerettük volna egy picit közelebb hozni a hétköznap emberéhez a fesztivált, és éppen ezért történt ez a bizonyos névváltoztatása, hogy Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. Ez abban nyilvánul meg, hogy nagyon sok kávéházi, illetve budapesti kultkocsmákban rengeteg kulturális program van, kifejezetten kortárs művészet, irodalom, tánc, illetve zene. Ismerik egyébként a közönség, tehát most, hogy nevet változtattak, tudják, hogy erről a budapesti őszi fesztiválról van szó? Hát szerintem mennyire szépen lassan. Mennyire van benne a köztudatban? Szépen lassan megismerik, nyilván erre nem volt sok időnk, nagyon későn tudtuk elkezdeni a sajtóban a reklámozását ennek a fesztiválnak, de remélhetőleg, hogy ez hosszú távon fog működni. Ajánljunk még programokat, mikor indultak, meddig tart, meddig lehet bekapcsolódni? Múlt hét péntek óta tart, és ezen a héten vasárnap lesz vége. Amit kiemelnék úgymond az elkövetkezendő napok programjaiból, az ma este lesz a Nemzeti Színházban a Müncheni Kammerspiele előadása a Vadon szava Alvis Hermanis rendezésében. Ez a Jack London regény színházi adaptációja. Nagyon izgalmas előadás, 6 színész játszik benne és 6 kutya. Akkor lesz az Ágrábi Ifjúsági Színház, ez nem ifjúsági előadás, csak az Ágrábi Ifjúsági Színház adja elő, Montás Troy című társulat, a 91-95-ös generáció című előadását. Ez a horvát-bosnyák háborúról szól ez az előadás. Az az érdekessége, hogy ebben az időszakban születtek azok a fiatal művészek, akik ezt előadják. Hát a szabados, ugye róla beszéltünk, ez holnap lesz az Olasz Intézetben, ami feltétlenül valóban egy kiemelt zenei eseménye a fesztiválnak. Táncprogramok, ugye az előbb említettem, hogy kávéházokban, kultkocsmákban lehet különböző programokat látni. Ezek népszerű programok, tehát Budapestre jellemzők, ugye? Hát nem igazán, bevallom őszintén, ez szeretnék, egy teljesen hogy az új legyen? Kísérlet, tehát így van, tehát ez egy új projekt. Kovács Gerzson Péter, koreográfus kollégám és barátom találmánya, ez a bizonyos jövőtánc, ez a fesztivál minden estéjén egy bizonyos budapesti kultkocsmában, illetve kávéházban egy jazzzenész és egy kortárs táncművész előadása látható, tehát mindenképpen rendhagyó esemény, hiszen éppen az a lényege, hogy mindenfajta színházi eszköz, tehát úgy értem világítás, díszlet, jelmez nélkül csak is az egyéniségükre támaszkodva játsszák ezeket az előadásokat, tehát hogy holnap, tehát az Olasz Kultúrintézetben, akkor még egyszer ajánljuk a kedves nézőknek a Szabados György emlékkoncertet, és én köszönöm Horváth Csaba művészeti vezetőnek és Hollerung Gábor karmester.